táblaavatás, ami az egészségügyi intézmény és a gyógyfürdő közötti együttműködésnek állít emléket. Ez egy régi kapcsolat, hiszen már jó pár évvel ezelőtt is érkeztek hallgatók a Debreceni Egyetem egészségtudományi karáról a gyógyászati részlegre. Ezt az együttműködést bővítettük ki. Ugye korábban is volt, hogy már kutatómunkát végeztek itt, egyébként most is zajlik még kutatás a gyógyászatunkon. Fogadunk gyógytornász hallgatókat és egészségturizmus hallgatókat, mint gyakorlati helyszín, és most egy új szabadon választott kurzust indítottunk a Debreceni Egyetemmel közösen, egy balneológia kurzust. Most már ebben a fél évben, ennek keretén belül is érkeznek hallgatók hozzánk. Az együttműködés részben hallgatói gyakorlatokra terjed ki, részben pedig egy olyan közös kutató és fejlesztő munkára, melynek eredménye nem csak az egyetemet, hanem a lakosságot is szolgálja. A hallgatók számára olyan szabadon választható kurzusokat hirdetnek meg, amelyek pontosabb és frissebb gyakorlati ismereteket adnak. A hallgatóknak a egyik legfontosabb része a gyakorlatoknak az, hogy el tudnak jönni a gyógyfürdőbe, és olyan helyzeteket ismerhetnek meg, és olyan lehetőségeket ismerhetnek meg, amelyeket gyógytornászként majd tudnak alkalmazni, illetve azok, akik az egészségturizmus szakirányon végeznek, ők pedig megismerik azt, hogy hogyan kell az egészségturizmussal kapcsolatos legfontosabb szakmai ismereteket, elméleti ismereteket gyakorlatban alkalmazni. A hallgatókkal és a páciensekkel egyaránt szeretnék megismertetni, hogy a gyógyíznek és a gyógyászaton folyó komplex kezeléseknek milyen pozitív hatása van a betegségek kezelésében. De a megelőzésre és az egészségtudatos életmódra is szeretnék felhívni a figyelmet. Érdemes akár akkor is, ha még jól vagyok, ilyen kezelésekkel megőrizni az én idézőjelben lévő jólétemet, és nem megvárni azt, hogy tünetek így alakuljanak ki, mert ugye a társadalom előregszik, a kopásos betegségek egyre gyakrabban megjelennek, és ezt lehet lassítani, ezt a folyamatot, illetve meg lehet előzni azt, hogy akár gyógyszeres kezelésre, akár műtétre sor kerüljön, ilyen módszerekkel, mint hogy a gyógyvíz hatását, illetve a gyógyvízzel végzett kezeléseket igénybe veszi valaki. A gyógyászati részlegen víz alatti sugármasszázssal, vízben végzett gyógytornával, súlyfürdővel és masszázssal is tudnak segíteni. A vizes kezelések mellett állapottól függően száraz tornát vagy elektromos kezeléseket is végeznek a gyógyfürdőben.